Egy jászfényszarúi férfit állítottak elő a jászberényi rendőrkapitányságra, ugyanis a megalapozott gyanús szerint 2022. novemberétől napi rendszerességgel 1300 forint per pakkáron árusított a lakcímén új pszichoaktív anyagot. A kiporciózott, bódító hatású szert felnőtt és kiskorú helyi lakosoknak értékesítette. A nyomozó kutatást tartottak a férfiak címén, ahonnan 20,1 g fehér port, amely az előzetes szakértői vélemény szerint új pszichoaktív anyagnak minősül, mérlegeket és csomagoló anyagokat foglaltak le. Vagyon visszaszerzés keretében értékes gépjárművet, aranyékszereket és pénzt biztosítottak a nyomozók. A jársági rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a 39 éves férfit, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását a Jászberényi rendőrkapitányság kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet, és 18. életévét be nem töltött személynek kínálással, átadással elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet miatt folytat nyomozást.